alatt ő a vénul utakat arra esegeti, az eladnivaló húszat kiszakasztál! Háromszor veri ezt Kenden Ludas Matyi vissza. Ígéri meg Ludas Matyi Döbrögi úrnak, miután legényei elagyabudjálják a Sihedert, akinek figurájával nem volt egyszerű feladata azonosulni az őt alkotó színésznek. Nagyon sokat segített az, hogy a tanár úrral beszélgettünk róla, hogy milyen ez a karakter, hogy mi a mozgató rugója ennek a Matyinak, és hogy milyen érzések uralkodnak benne egy adott szituációban. Döbrögi úr alakját a mai kor emberének jellemvonásaival is igyekeztek felruházni az alkotók. Nem szerettük volna semmiféleképp például úgy beállítani, hogy egy ilyen ostoba földes úr, vagy hogy kifejezetten vicces alkat. Nem, hanem veszélyes is ő, meg sokféle ő, hogy azért fönt legyen a tétje a dolognak. Fazekas Mihály eredeti szövege olyan különleges nyelvezettel íródott, amely a mai gyermekek számára már helyenként némi magyarázatra szorul. A narrátorok kiszólhatnak és megmagyarázhatnak a gyerek fülnek ismeretlen szavakat a mai modern nyelvezettel. A múlt és a jelen találkozásának lehetnek tanulni a néző. Olyan módon adjuk elő az eredeti Ludas Matyi szöveget, hogy az tud szólni a ma emberéhez, én úgy érzem, kommunikál a nézővel, a gyerekekkel, de akár a fölnőttekkel is. A Ludas Matyi című előadás elkészítésében dramaturgként Góli Kornélia, zenei munkatársként pedig Virág György segítette a rendező munkáját, még a színpadi látvány megvalósításában Rutonics Róbert működött közre.